Na hát, sziasztok! Vissza is tértem akkor egy újabb CMS videóval. Ezt szó szerint konkrétan onnan veszem, mint ahol az előző videó állt le. És akkor meg is nézzük ezt a Mazdát. Ez egy kis aranyos autó lesz. Megpróbálom minél gyorsabban majd, hogy minél rövidebb legyen a videó, ugyanis tényleg nagyon durván hosszúra sikerülnek a videók egyébként ezekből a CMS-ekből. Ez minden, milyen szépen van ez is kidolgozva egyébként. Hát mondjuk nem is csodálom, ez egy DLC autó egyébként, tehát ez nem mod autó, DLC-s, ugye elnézem, hogy nem minden megvan. Motorba egy kicsit már betekintettem. Hát nagyon, ó, és ott viszont megint már látható, és igen, ezt most már rendesen látjuk, itt most már eléggé egyértelmű, hogy a battery tray-ek azok szintén itt most már oldást adhatnak. Na jó, rendben. Nem sok minden van, ezt itt szintén kopasztjuk. Ugye 100%-ra fogjuk összehozni az autót, úgyhogy az alapalkatrészeket már le is veszem. És akkor jöhet kapásból egy... először is egy alvázjavítás. Jaj, na. Ezt követően fel is emeljük, kiszedjük az olajat. És ugye ennél az autónál azt mondtam, hogy nem fogunk tudni gólni meg semmit, tehát tényleg egy alapmotort fogunk megvenni és azt összeszerelni. Nem is tudom, na bazd meg, nem is tudom, hogy egyébként lehet-e vagy lenne értelme, mert hát ugye az alapmotor 115 lóerős. Poén kedvéért lehet, hogy esetleg megcsináljuk, feltéve a lehet, mert ugye az se biztos, hogy lehet, de majd meglátjuk, mert ugye ez egy Rotary 2 motor van benne, amiben nem feltétlenül mondható az, hogy hogy esetleg bármit is lehet tudunk volni. De ami azt jelenti, hogy most így kíváncsi is lettem, úgyhogy megnézzük. Akkor megnézzük egy tuningoltot, hogy egyáltalán tudunk-e venni. Aztán majd kiderül. Belehet egy picikét felnyomom a gépház ventilátorokat egy picivel magasabbra. Ezért most már 80 fok körül van a CPU is. Kezdek picikét meleg lenni bent, hogy őszinte legyek, úgyhogy egy kis nagyobb szellőzést biztosítunk neki. Na, bakker, másik oldal. Ja igen, és úgy volt, hogy ebben a videóban már megnézzük ezt az extra modot, de végül nem raktam fel még, úgyhogy szerintem majd a következő. Következőben most már meg fogom nézni, felrakjuk ezt a gyorsítót, hát ez egy picivel gyorsabb lesz majd a szerelés is. Na, azt mondja, hogy elindított, azt már most veszek, mert azt szerintem a motorvásárlással ugye nem kerül bele. Ja,
Jó, a többi az maradhat. Ja, igen, a bölcsöt azt még kivesszük. A többi az fölülről van. Oké, mehetünk hátulra. De szeretem ezeket, amikor fék dobban hátul. Így akkor viszont feleslegesen vettem meg, na mindegy. Na és itt viszont, ahogy elnézem, a mod, egy másik mod is ugye itt éppen érvénybe lép. Amivel szerintem egy picit részletesebb, aha igen, ugye részletesebb ez itt a szétszerelés. Kettő darab kis gó, na mondjuk ez felesleges volt megvenni. Mert hogyha a laprugót, kettőt megveszek, akkor igen, mindegy, legalább lesz több a biztonság kedvéért. Ebből kellene négyet, igen. És akkor a laprugó tartóból pedig kettőt. Elfelejtettem a másik oldalról valamit, várjunk. Érdekes. Jó, na azt hiszem, hogy... De akkor ebből viszont kellene egy, meg innen is egy. Nem tudom, hogy végül a másikat azt vettem-e, de akkor most veszünk. Itt is ugye ezt kellene még. Igen, ezt meg a másik oldalról tudom. Ez akkor így meg is van, és akkor jöhet akkor a motor, illetve az egyéb belső rész. Hát igen, egyébként. Annyi van állítva egyébként a gépház ventilátorok, nem, amik nem tudom, remélem nem haladszanak be a mikrofonba. Azért gyorsan letesztelem, hogy megnézem, hogy behaladszanak-e. Ja, szerencsére nem hallatszanak bele, mert azért az az akusztikus visszhangcsökkentése ennek a headsetnek, ugye ilyen AI noise cancellation energi szépen működik. Egyébként elég hangos most éppen a gépház ventilátora. Viszont annyit beállítást ugye én is módosítottam benne, hogy most ugye a Be Quiet házzal, ugye a Dark Base Pro 900-zal, ugye van egy külön gépház ventilátor vezérlő modul, úgymond. És... Ja, ezt nem is veszem, mert az a motor része, bocs. És ugye... Van két darab beállítási lehetőség, hogy milyen sebességek legyenek ugye a ventilátorok, ugye a gépház ventilátorok, milyen tartományban mozogjanak. És ugye van egy silent mód, meg van egy turbo mód, azt hiszem, hogy ez a cooling mód, nem is tudom. Most jut eszembe, servo az nem volt a... DeLorean-en. Érdekes. Na mindegy. Hűtő, az kell. Igen, és akkor egy relé doboz. Na igen, és most ugye az föl van tolva ugye nekem erre a turbóra, szóval most nem is tudom, most ugye majdnem 2000-2500 RPM-mel tudnak a izék mozogni, ugye a ventilátorok is hát pörögni. És ráadásul nálam is ugye ezek a Be Quiet-es lightwingek vannak. Abba is ugye a 14 centisek, úgyhogy eléggé sok levegő tud átmenni. És látszik is, tehát most fölnyomtam őket maxra, és kapásból a processzor 7 fokkal lett hűvösebb, mert konkrétan az egyik ventilátor közvetlen ráadásul a csövet hűti, tehát pont a csővel egy vonalban van, ugye a vízhűtőnek a csövével.
illetve ugye a hátsó ventilátor az, ami ilyenkor még hasznosabb, mert a videokártyától áramló meleg levegő, ami fölfele pont a CPU processzor felé megy, ráadásul a processzornak a vízhűtőcsöveit is eléri az egyik, tehát ugye pont az, úgy mondom, hogy ugye a 3070 Ti az ugye három ventilátoros, és a legszélső ventilátor, ami közvetlenül ugye a tápkábelek alatt van, vagyis hát azzal egy vonalban van, az ugye rácsos a fölső, vagy üreges a felső része, hogy ugye ott menjen át egy kicsikét a levegő, és a bordák, amik ugye fölveszik a hőt, ott ugye szépen átfújja az egész ventilátor a hőt ugye fölfele, közvetlen szinte pont a vízhűtőnek a kábelére, ami azt jelenti, hogy ott egy plusz melegedés van a vízhűtőnek a csöveinél, bár nem kellene annyira, hogy melegítse őket, bár nem tudom, hogy mennyire tudja, de ha tudja is valamennyire, akkor az azt jelenti, hogy a vízhűtőn ugye több teher van, mint amennyi kéne, hogy legyen, mert ugye a processzornak a hűtését kellene ellátnia, nem pedig azt, hogy még a videokártyáról pluszba fölfele áramlót is. Ebből a szempontból egyébként szerintem pont egy olyan gépházat kellene tervezni, ahol a két elem úgymond külön van elhelyezve, tehát igazából az egészet egy 90 fokkal kellene csak elforgatni, és valahogy megoldást találni arra, hogy ugye a videokártya is stabilan álljon a foglalatban, illetve a processzor is, meg ugye egy egész gépházat úgy kellene kitalálni. Most ugye a vízhűtés szempontjából ez viszont szintén nem mindig jó megoldhatóság. Mondjuk az lenne a jó, hogyha jobbra forgatnánk talán el az egész alaplaprendszert, ugye 90 fokkal, és akkor a processzorra szépen továbbra is föl lehetne vezetni ugye a felső helyre a vízhűtéshez, és akkor a videokártya az meg ugye függőlegesen lenne állítva, úgymond. Ami persze furán néz neki, rohadtul furán néz neki, viszont erre olyan lehetőséget is ad, hogy mondjuk alulról valami megtámaszza esetleg a videókártyát, mert ugye nagyon sok helyzetben most ugye a 30-as, főleg a 30-as szériával ugye a súly problémák miatt volt itt probléma, hogy elkezdtek ugye elbaszódni a videokártyák azért, mert ugye ahogy lefele húzta őket az egész súly, nem gondoltak arra, hogy ugye az egész videokártyát, ami most már több, majd hogy nem kilogrammos súlyokat tesz ki, ugye két ponton van rögzítve csak egy videokártya, a gépház hátsó részén ugye csavarozva, meg maga a foglalatba ugye, ahogy bele van pattintva, és ennyi a tartása. Na most ugye azok a lapok, amik ugye bele vannak csúsztatva az alaplapba, maga a foglalatba, hát azok elég könnyen tudnak sérülni, úgyhogy nem mondom azt, hogy ez elég baráti, hogy ekkora súly terhelődik oda, meg ugye a csavarokon. Bár a 30-as szérián azt hiszem, ott már látom, hogy ugye két csavarra is lehet lögzíteni ugye a hátsó részhez, a gépház hátsó részéhez. De ettől függetlenül lehet, hogy a függőleges az egy megoldhatóság lenne, mert onnan akkor egy bracketet ki tudnak hozni a gépház hátsó részéből, amiben bele lenne csak úgymond fektetve. És aztán onnan megcsúsztatva belerakod ugye az alaplapba, lepatintod, lezárod ugye magát a kis ugye magát a kioldót, ami alapból leszorítja az egészet a foglalatba, és akkor utána még esetleg fölülről valahol egy csavar, ami mondjuk gépház tetejéről jön le, és akkor így duplán rögzíteni. Lehetőségek azért, tehát vannak szabadon vannak lehetőségek. Kérdés az az, hogy egyetlen bármilyen módon fizikailag ugye a többi kapcsolódási kábel, tehát ugye a többi kábel miatt egyetlen megoldható-e. De ki tudja. Majd lehet, hogy egyszer valakinek bejön az ötlet. Vagy esetleg, ha a Be Quiet nézitek esetleg random ezt a videót, akkor hajrá. Itt az ötlet. 90 fokkal elforgatott alaplapú gépházakat. És akkor lehetőség szerint jobbra. Mert ugye, hogyha az alapkiosztást tekintem, akkor ugye jobbra lenne kicsit értelme ugye elforgatni őket. Bár ha a RAM slotokat is nézem, akkor meg ugye nem teljesen, mert így akkor a RAM-ok meg ugye majdnem az alsó helyre kerülnek. Na mindegy. Ezzel lehet össze-vissza filózni, de ez megint egy eléggé side dolog, amin itt most elkezdtünk filózni. Na nézzük. Azt mondom, hogy most direkt igen partkits, azt kell nekem, de várjunk. Na várjunk, ahhoz vissza kell lépnem a kezdő oldalra. Tehát ez a, igen, ez az engines, tuned engines. És ez pedig a partkits tuned, igen, az kell nekem. És akkor
Mi is? Jaj, basszus, elfelejtettem. Rotary 2? Ugye? Yeah. Igen, Rotary 2, ja. Nézzük. Van belőle. És ez tuningolt, tényleg? Tuningolt, igen, és part kits, ugye, ja, oké. Okay. Jó helyen vagyok, csak hogy ugye... és van egy egyes is. Az jó, és a kettes meg olcsóbb. De valószínűleg mondjuk itt is teljesítménykülönbség azért van. Na mindegy, Rotary 2 tuningoltas. Nézzük. Tegyük össze. Na ez vajon hol lesz a listába? Off. Elején, végén? Ott van Rotary 2. Jó. Na, hát erre kíváncsi leszek, ezzel ugye még nem igazán dolgoztam. Ezzel a fajta motorral szerintem, legalábbis nem emlékszem rá, hogy bármikor is lett volna, de szerencsére ez egy könnyű motor, ugye? Viszonylag. Jó, való életben mennyire lehet egy ilyet könnyen összeszerelni? Na, az már egy másik kérdés. Ez a ventilátor elég szépen néz ki. Az üdítő ventilátor az érdekesen van megoldva. Na, 4 darab lesz, vagy 2? Ha jól látom, csak 2 van, szerencsére, úgyhogy nem kell sokat szórakozni vele. És itt viszont 3 rögzítő fül, igen. Jó, azt hiszem, hogy kész is a motor, hát ez eléggé könnyű motor tényleg, tehát hogy így nem sok alkatrész van benne. Szerintem lehet, hogy még az össz 50 alkatrész sem volt, ez így. Úgyhogy eléggé baráti. Ja, de ott van, oké. Okay. Ezek még vannak, és akkor itt szerintem a töltéseket az gyorsan is csinálom, ha már itt vagyunk. Aztán utána csak a futóhő van hátva.
Jó, és azt hiszem még akkor itt az a hűtő az, amit kellene. Jó, ez így meg is van. Na nézzük a karosszíri részeket. Nem hiszem, hogy bármi extrát fogunk találni. Hol is vannak? Simába? Itt van, igen. Hát ez totál alapok. Nem is kell, hogy menet közben, ha vásárolom, azt teljesen jó, mert mindegyik fix, konkrétan semmi extra választás nincs itt. Szépen menet közben végignézzük az összeset. Ja, és ez is igen, egy olyan autó, igen, ezt néztük is, azt hiszem, amikor megvettem, hogy nincsen neki ugye jobb oldalon visszapillantója, és így néztem, hogy mondom, mi a fasz, lehagytak valamit az izék, a fejlesztők itt a alkatrészlistával? És nem, ez olyannyira régi autó, hogy akkoriban még nem volt kötelező például jobb oldali visszapillantót ugye az autókra is csináltatni, úgyhogy csak bal oldali visszapillantó, ugye a vezetői oldalon van visszapillantó tükör. Úgyhogy érdekes. Na, kellene még a beltér gyorsan. Érdekes, itt is viszont egy viszonylag vizuálisan speckó kormányt kapott, viszont nem Mazdát. Tehát így, tehát nem is tudom, hogy ez is ugye milyennek a neve, kormány. Nem, RX3, de megkapta. DLC autóként megkapta RX3-as kormányt. Csak lehet, hogy akkor még más volt a Mazda logója esetleg akkoriban, mert ugye, ha jól látom, akkor itt most eléggé máshogy néz ki, most nem tudok beszállni sajnos, de majd úgyis be fogunk nézni, hogy milyen. Na, azt hiszem, hogy akkor ezek megvannak. És akkor gyorsan, nem tudom, van-e amiket össze kell dobni. Aha, hátsó az nincs, igen. Ja, igen, mert az ugye másfajta. Itt akkor mindig 14-es, jó, tökéletes. Nem is tudom, ez milyen szélesség volt, 175-ös talán, vagy mennyi volt ez? 155-ös, milyen kis vékonykának tűnik egyébként. És a videókártya szinte egy hőfokon vannak. És poén kedvére most leállítom a gépház ventilátorokat, visszaveszem őket a kisebb sebességre. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog változni a hőmérséklet. Na már közéső kipufogó dobokat, azokat is visszarakom. Meg ugye egészen idáig. És akkor szerintem az elején kezdem, hogy több a teendő. Főleg a bölcsőkkel, meg a gumi felsejjeivel. Na, ne ugrándozzál rossz irányba, oda. Na, és igen, most már látom is, már geci kapásból 5 fokkal melegebb a processzor.
is van. Ez kis aranyos extra modos alkatrészeket még pluszba berakjuk. Hoppá, vá. Ott valami kicskét elbasztunk, és nem vásárolta meg mind a kettőt. Ezt igen. Na most az előbb... Na várjunk, akkor szerintem itt volt a baj. Aha, és egy valamilyen pinion bearinget nem vettünk meg. Hoppá. Ezt. Aha, nem tudom miért nem adta meg. Ráadásul kettő is van nálam jelenleg. Fura. Na, egy lengős csillapító is elmaradt a vásárlásból. Véletlen. Itt egy kerécsapágy hiányzik, és egy Real Solid Axle, Real Bearing Retainer. Az konkrét micsoda megnevezése van? Oké, okay, Real Solid Axle. Jó. Várjunk. Pedig ez a main shop. Ja, mert kerék agy. Jó, oké. Okay. Ebből kettő kell. És van egy Rear Solid Axle. Melyik is volt az? Ez a Retainer, azt hiszem ebből van, ebből a kellett kettő talán, ha jól emlékszem. Aha, igen. Igen, ez is a modnak a plusz alkatrészei, amiket itt most bekér. A kalabor ugye nem lennének a játékban. Viszont érdekes, most vagy kihagytam ezt a vásárlásból, amikor éppen szétszereltem, vagy a mod egyébként nem vásárolta meg annak ellenére, hogy ugye vásárolgattam őket. Mindjárt a szerelés közben megpróbálom. És kíváncsi vagyok, hogy egy alkatrészt vesz-e, vagy hármat. Mert hogyha hármat, akkor csak kimaradt. És elfelejtettem. Aha, igen. Csak azt veszi meg a Rear Solid. De jó. Tehát a hozzátartozó kerékcsapágyot és ezt a Bearing Retainert, ezt nem veszi meg a mod, sajnos. Úgyhogy itt most van egy kis összeütközésem, megnehezítésem konkrétan. Hogy meg tudom venni az alapalkatrészt, de a hozzátartozó kettőt azt ugye a mod nem veszi meg valamiért. Pedig elvileg az alapján kellene vásárolnia ugye a modnak is, amikor ilyen több alkatrész van, hogy ugye a feltétel alapján. Tehát, tehát figyelnie kéne a modnak, nekem is úgy olvastam, hogy úgy működik, hogy figyeli azt, hogy milyen tartozék kell hozzá még, és azokat is megveszi. Bár az is igaz, hogy alapalkatrésznél is van, hogy nem működik ugye egynél, hogy szintén ilyen hátsó főfüggesztés még ugye a futómű résznél. Na várjunk, azt hiszem minden alkatrész megvan. Igen, egy hátsó rendszer és egy első stabilizátorról az hiányzik. De az... Mi? Első stabilizátor oda? Hát az...
Ne csesz már fel, hát azt is lépszük. Milyen kérdőjeles? Csak azért szedjem le a kereket, mert ő valamiért... Pedig tükő szerintem is vettem ugye rendes új alkatrészt, de megnézzük. Megnézzük, hogy miért kérdőjeles. És tényleg kérdőjeles. Elfelejtettem volna? Elfelejtettem, jó. Na, akkor így most már jó lesz. Na, most már akkor rendben kell lenni a hátsó rendszámtáblát kivéve. Azt meg majd mindjárt pótoljuk. Ja. Festésre nem tudom melyik szint fogjuk rárakni, majd kiderül. Ha van esetleg valamilyen egyéb matrica vagy ilyesmi, azokat persze rárakjuk. De szintként lehet, hogy megtartom az alapzöldet. Ugye megnézzük, hogy mik vannak. Mik a lehetőségek, bár DLC autónál nem sűrűn van matrica, de ebben az esetben hát igen van. Jajaja. Egy kis rally festés volt az első. Szerintem az első az, ez pofás, és akkor az elején megmaradhat az alapzöld. Arra meg azt mondom, hogy a gyári színe piros. Nem, maradjunk a jelenleginél. Ez így jobb. A piros az már van ugye ott a zene vége felé, úgyhogy az nem kell legyen így. Ez így pofás, csak hogy legyen valami kis egyéni stílusa, ha már így restauráljuk. És akkor mehet is szépen a fékpadra. Beállítjuk az alap dolgokat, amik kellenek. Na. Uff, jó, ez jól lent van. És hát ugye nagyon tuningot azt nem tudunk rajta csinálni, azon kívül, hogy megnézzük, hogy mit tud a motor, tehát ugye csak a motort, mert ugye motorvezérlő nincs benne, sebességváltó az oké, azt tudjuk módosítani, de kartuning az mondjuk még lehet tényleg, mert ebben az esetben van karburátor. Nézzük ezt, hogy tudom, kettő, majdnem. Ha, mínusz egyre kijön. Aha. Így egyre jön ki, akkor utána még így, és meg is van a kettes. Jó, sebességváltón egyre nem módosítok. Na, ugye 115 lóerőről indult az alapmotor. Kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz. Ja, 115 lóerő itt is most az írt teljesítmény gyári. Ilyen jó kis rotyogós hangja van. Azért igen, tehát ez erre számítottam egyébként, hogy azért nem lesz olyan sok az, amit kihozunk ebből a motorból. De azért ez egy kis plusz, tehát ez a 40 lóerő pluszba, ez kész. 154-es rating, tehát most az előző DeLorean 999-es drag ratingjéhez képest ez lófasz. Tehát szó szerint, tehát ez olyan keci lassú lesz szerintem, hogy az hihetetlen, de kíváncsi vagyok, azért megyünk vele egy tesztkört. Meg hogy milyen ellenfelet fog legenerálni, és meg kiválasztani most még, az lesz az érdekes. Egyébként a hőmérséklet tényleg megint fölvent 80 fokra megint a proci. Ez kész. Így, hogy nincs maximumon a gépház ventilátor, na nézzük. Hát egy impalát azt ide berakott nekünk.
szintén 141, nulla tuninggal, alap, szinte totál alapmotorral. Geci, ez a motorhang, ez csodás. Ne basz már fel, hogy még az a rohadt Chevy Impala is itt fog hagyni minket a gecibe. És itt hagy. Szerintem még lehet egy 200 km-t talán éppen, hogy ki tud előre jönni. Az 95, 6, 7, 8, és nem lett meg. Hát azért, most jó alaphelyzetben azt mondom, hogy ez egy 77-es autó. Tehát, hogyha éppen 1977 lenne, és azt mondanák, hogy tessék, itt egy Mazda, és maximum végsebessége majdnem 200 km per óra, akkor bizony, akkor abban az időben azt mondanák, hogy wow. De azért a 78-as, tehát egy évvel fiatalabb autó meg kihozta a 205-öt. Ez mondjuk egyébként szerintem még reális is. Tehát, hogy maga a két autó közti differencia is. Mondjuk ugye ez a Chevrolet Impala, ez itt most ugye alap játékautó, tehát ugye ez megint csak ugye tippelt, hogy ez egy 78-as Chevy Impalának a hasonlása, de ugye mondjuk eléggé látszik is rajta. De az akkori időben egyébként ez így reális is volt, de szerintem, sőt még szerintem lehet, hogy ez még sok is. Tehát ugye most oké, ez egy tuningolt motor, de lehet, hogy 77-ben egy ilyen Mazda RX-3 198 km per órát nem hiszem, hogy kihozott volna. Bár azért poén kedvéért megnézem. Hát, ha esetleg véletlen van egy találat, azt mondja, ez egy 1977-es Mazda RX-3. És nézzük akkor, hogy mondjuk max speed. Na. 9 vagyok, hogy esetleg van-e bármilyen találat. És igen, a maximum Mazda RX-3-as, hát jó, mondjuk ez egy Coupé 110 PS, nek a maximum sebessége 180 km per óra. Szóval igen. És ez most egy tuningolt, tehát igazából a plusz lóerőkkel szemben egy 20 km per órát nyertünk nagyjából. Szóval ez most rendben van. Tehát ez egy DLC autó, ezt itt szerintem rendben megcsinálták. Úgyhogy ezzel többet nem is foglalkozok, ez így, ahogy van. Jó. Megnézzük az árakat, eladás, aztán akkor ennyi is volt erről a videó. Ez kellemes volt egyébként, így a Rotary 2-es engine-nel foglalkozni, az úgy érdekelt, hogy nagyjából milyen lehetett, úgyhogy ez jó volt. Egy kis frissítés, ugye a sok V8, meg a sok Ford Mustang, meg a... Wow. Meg a halom i6, i4 mellett, ugye többnyire azok vannak. Úgyhogy ez egy jó kis refresh volt erre az engine, ugye erre a témára, így a motor témára, de nézzük, hogy mi mennyi. Hát azért igen, gondoltam, hogy nem lesz valami 10 milliós eladás, mint a McLaren. Na, nem is tudom, azt honnan vettem? Aukciós ház? Igen. Aukciós házba vettem, ugye, 28 ezerért. Hát igen. És ugye 64-ért tudjuk most eladni, tehát igazából egy kb. Duplázzuk a profitot, ami rajta volt, hát ez annyira nem speciális, tehát tényleg ez ilyen kis kellemes extra autó, hogy így belerakták a játékba. Úgyhogy ez kellemes volt, szép volt. Na, a következő autó és a következő videóban akkor végre megnézzük azt a modot, most már tényleg ezt a kis gyors klikkes modot, amit elleszettem, de azért majd utána nézek először is ugye a Nexus mod zoldrán, hogy modokra jöttek-e frissítések esetleg. Bár nem valószínű, de azért megnézem, hát ha vannak valami új dolgok. És szerintem a következő akkor ez a kedves kis Silvia lesz, ugye azt hiszem ez egy Nissan Silvia, és most hirtelen nem is tudom, hogy ez mod autó, vagy alap. Ugye gyorsan megnézzük. Nissan Silvia, ez DLC, sőt DLC autó, igen, Nissan DLC-vel jött, úgyhogy itt is reménykedek benne, hogy nagyon szépen lesz majd lehetőségünk itt a dolgokra. Annyit megnézek gyorsan, hogy behozom ide a garázs elé. És akkor innen folytatjuk majd. Hát igen, azért az állapota az olyan vegyes. Ugye
i-motorok, turbofeltöltő lesz, úgyhogy azért egy tuningoltat tudok belerakni. Viszont, igen, itt... mit is akartam, igen, autóállapot, motor... Nem, nincsen opciónk, akkor ugyanazzal kell menni, és i4 DOHC SR20 TET. 250 lóerő gyári teljesítmény, meglátjuk, hogy mit hozunk belőle, szintén tuningolt lesz. Nem hiszem, hogy scrapelni fogom. És nem tudom, hogy esetleg letöltöttem-e már ugye Steamnek a workshopjában esetleg egy festést. De ugye tudjuk, hogy a halálos iramban tokiói hajszában volt egy Nissan CV, aminek eléggé speciális festése volt, ugye, amit összetört a kedves főszereplő legelső drift versenye alkalmával. És hát nem tudom, hogy van-e esetleg olyan festésem, de ha nincs, akkor esetleg lehet, hogy keresek egyet, hát ha találok. Ha más nem, akkor annélkül lesz most ez megcsinálva, ugye, hogy kicsit elhatárolódjunk a halálos iramban, úgyis ott van még mindig kirakva az Eclipse, meg a Supra is, ugye, kis kedvenc. Úgyhogy, ja. Na jó, hát köszönöm szépen, hogy megint itt voltatok, remélem, hogy ez egy picivel rövidebb videó lett, bár nem valószínű, lehet, hogy is fél óra lesz, majd kiderül. Aztán akkor várlak titeket a következő videóban, ahol megnézzük ezt a Nissan CV-ját. Na, addig is, sziasztok!